Dino sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sportosat. Híradónk vendégei Hölle Martin világbajnok fogadhajtó Póni Egyesben, valamint a fiatal felnőtt világbajnokunk segédhajtója Rimarcsik Zsolt. Szervusztok, üdvözlő benteket! Jó napot! Régen találkoztunk, még kisgyerek voltál, mikor itt utoljára beszélgettünk. Hát azóta nagyon sok szép eredményt elértél, és még csak most kezded igazából a férfi felnőtt életet, ugye? Igen. Hát, és már? Igen, 2010-ben találkoztunk utoljára, amikor a junior világkupára készültünk itt Becsésen, hazai pályán. Igen. És azt akkor sikerült egyéniben is, és csapatban is. Aztán ugye 14 évesen már felnőtt világbajnokságon indultál, Lipicán, és 16 évesen meg már felnőtt világbajnok lettél. Igen. Hát ez nem semmi. Hát nagyon sokat dolgozunk érte, és akkor azt mondják, hogy a munka egyszer kifizetődik, és most de ez ilyen, sikerült. Ilyen hamar? Hát most hamar kezdődik a munka, akkor hamar kifizetődik. Igazából ez nagyon nagy szerencse is kell hozzá. Egy nagyon jó háttér, ugye és teljes csapat. És most a csapatérmekről nem beszéltem, mert ugye most csak az egyénit igen. mondtam, tehát azért... Hát igazából az egyéni érmeket szoktuk számolni. A csapat az nem számít? Hát a csapatér azért nem tette szel egyedül, ugye azt mindennyian. Nyilván igen. együttes munkával az is, de külföldön csak az egyéni érmeket számolják. Zsolt, mióta van melletted? Hát most már 12 éve. Ott voltál? Kezdeteknél. Gyakorlatilag az első versenyen együtt voltunk. Tehát a világbajnoki címnél is így ott van. Voltál. Hát nem így a világbajnoksággal kezdtük. Jó, hát persze. Magyarországon gyakorlatilag elmentünk egy amatőr versenyre, Bényén volt ez. Hát most a pontos dátumot nem tudom megmondani, de nagyon-nagyon rég. És... nem is volt megfelelő felszerelésünk még, akkor volt két pódink, egy kocsink, és úgy döntöttünk, hogy hát akkor mi felpakolunk, és megyünk, megnézzük, hogy miről szól ez a versenyzés. Nagy nehezen el tudtunk indulni, nem volt az se egyszerű, és akkor hát gyakorlatilag annyira beleszerelmesedtünk ebbe a sportba, meg az egészbe, hogy onnantól nagy lendületet vettünk, és a mai napig hál' Istennek kitart. És mennyi ideig, ugye, ki fog tartani? Reméljük. Mennyire vagy elégedett 2015-tel? És ez azért kérdezem, ilyen aljasul, mert Breda ezüst, igen. világbajnokság, de hát 0,12? No, 67. 0,67. Tehát az azt jelenti, hogy az akadályhajtásban 2,5 másodperc. Úgyhogy ez nagyon-nagyon kevés. Vagy a maratonon 2,5 másodperc. Tehát ennyivel csúsztál le az aranyére. Igen. Hát mindig van egy jobb, most megtaláltuk, és akkor ez ennyi. Hát nyilván, aki címvédőként megy oda, az a nagyon nagy a teher, de már sokaknak sikerült ezt a terhet elviselni, úgyhogy ez lehetséges. Nem is minden rajtunk múlt, mi megtettünk érte mindent, egy elég balszerencsés évünk volt. Lesérült többször is a ponilovunk, akivel indultunk, de hát nagyon-nagyon sokat köszönhetünk neki, ugyanis, hogyha nincs olyan szíve, amilyen van, akkor ezt se érjük el. Én előtte, a világbajnokság előtti héten azt mondtam, hogy ha benne leszünk az első háromban, nagyon boldog leszek. Hát ezt a VB vasárnapján azért nem így gondoltam, amikor nem. második lettem. Nem, egy kicsit csalódott voltam, de kihevertük, és 2000... Ilyenkor ki a szomorúbb? A hajtó, vagy a segédhajtó? Szerintem mindenki. Mind a kettő gyakorlatilag együtt éljük meg a sikert is, meg a kudarcot is, amennyiben lehet ezt kudarcnak nevezni, és gyakorlatilag együtt éltük meg az egész évet, és mind a ketten pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy mi mentünk ebbe az évbe keresztül. Tehát mind a
kettőnk számára nagyon fontos volt ez a világbajnokság. Én ezt nem nevezném kudarcnak, főleg, hogyha ha tudatában vagyok annak, hogy jutottunk el a VB-re konkrétan. Ennek így kellett történni. Ennyivel sajnos vesztettünk, megyünk előre, és várjuk a következőt. Egyébként gyakori, hogy egy-egy hajtónak évtizedeken keresztül ugyanaz a segédhajtója? Hát én szerintem azért volt már rá példa. Biztosan az én edzőmnek, egy holland hajtónő, már 20-valahány éve ugyanaz a segédhajtója, és nekem is biztosan ugyanaz lesz. Úgyhogy igazából majd, amikor már négyes fogattal fogunk versenyezni, az nagyon soká van, ugye ott ketten kell, hogy az ember mögött álljanak, akkor majd még valaki lesz, de egyébként nem. Ha már egy kicsit így előre néztél a jövőbe, akkor nézzünk kicsit közelebb, de szintén a közeli jövőbe, mert ugye én úgy tudom, hogy úgy indultál el Bredába, hogy ha megvéded a világbajnoki címedet Pune 1-esbe, akkor egyértelmű, hogy 2016-ban a nagy kettessel fogsz versenyezni. Na most ugye második lettél éppen, hogy csak lecsúszva az első helyről, hogy döntöttél? Hát igazából úgy, hogy még egyszer megpróbáljuk visszahódítani a címet, és akkor fejezem be teljesen a póni fogathajtást. Ez 2017-ben mindenben lesz Németországban. Aki jelenleg a világbajnok, ő egy német hajtó, úgyhogy nagyon nehéz lesz, de nem lehetetlen. És most mindent azért teszünk, hogy két év múlva ismét nagyon jó eredményt érhessünk el, de most én idén már elkezdek nagy kettes fogattal is versenyezni. Azt még nem tudom pontosan, hogy két év múlva a világbajnokságra szeretnénk-e a magyar csapatba kerülni, vagy sem. Ez majd azon fog múlni, hogy idén és jövőre milyen eredményeim lesznek a nagy kettessel, és hogy összeegyeztethető lesz-e a póni világbajnokság időpontjával. Ugyanis egy hónap van a két világbajnokság között, ezt most már lehet tudni. Ha minden igaz, akkor fel lehet készülni mind a kettőre 100%-ban, de hát ugye itt ez nagyon sok mindenen múlik. Magyarországon nagyon erősek a fogadhajtók, úgyhogy nagyon nehéz bekerülni is a csapatba. De úgy gondolom, hogy ha szeretnénk, akkor lehet. Akkor idén a hallgatókon is, ugye ezeken a hazai OB-kon is, akkor már a nagy kettessel fogsz? Nem fogok Magyarországon versenyezni. Maximum a szövetségi... Miért nem? Hát Hollandiában jobban érzem magam a versenyeken, ott más a hangulata egy kicsit. Hogy miért, ezt nem tudom, így alakult. De a szövetségi kapitány Tóth Tamás azt mondta, hogy ha szeretnék két év múlva a világbajnokságon indulni, akkor idén el kell indulnom Izsákon majd az OB döntőjén, az szeptember végén lesz. Úgyhogy ha minden igaz, az össze fog jönni, el fogok indulni, és akkor majd jövőre a válogató versenyeken kiderül, hogy csapatban is leszek, vagy sem. Akkor te most hol élsz, hogy hogyan élsz? Mert ugye hát neked most kéne érettségizni, ugye? Igen. Magántanuló vagy? Nem. Nem. Iskolában tanulok, Dabason, a Táncsics Mihály gimnáziumban. Ez egy 8-osztályos gimnázium. Idén lesz az érettségi, ezért most csak körülbelül márciusig fogok versenyezni, még április másodikán elmennék a Fedeles kettes fogadhajtó OB döntőre Székesfehérvárra, és utána júliusig én nem fogok hajtani. A lovaim kimennek februárba Hollandiába, az edzőim fogják őket készíteni, és akkor még az edzőm versenyzik is velük, két vagy három versenyen, és akkor én júliusban fogok elkezdeni. Akkor melegen lesznek tartva a lovak, tehát végül is. Hát ők most úgy vannak készítve, hogy már két éve versenyeznek az edzőmmel. Akkor már megvan az a két lovak. Meg három. Három, igen, meg kell a tartalék, igen. De meg. Zsolt, és te mit csinálsz addig? Nekem van dolgom bőven. Hát gyakorlatilag ilyenkor hétközben, amikor a Martin iskolában van,
akkor most itthon van az összes lovunk, gyakorlatilag azt én koordinálom, amivel dolgozunk, amire épp nincs ideje a Martinnak iskola után, azokkal én dolgozok, a többi, amelyik pihenőn van, azokat karámozzuk, és gyakorlatilag ezeket a teendőket végzem, aztán február... Tehát trénerként. Hát gyakorlatilag így van. Februárban pedig visszavisszük egy részét a lovaknak, ami a nagy fogat lesz a Martinnak, Hollandiába. Azok kint készülnek, akkor még egy kicsit zűrösebb lesz, mert ugye úgy szoktuk csinálni, hogy hétközben itthon vagyunk, hétvégén kint vagyunk Hollandiába, és akkor pénteken megyünk, vasárnap jövünk. Repülővel mentek? Így van. És akkor hétközben gyakorlatilag az itthon maradt lovakkal dolgozok, meg dolgozunk, hétvégén pedig kimegyünk, és akkor a kinti lovakkal dolgozunk kint. Eléggé zajos akkor az életed. Nem unalmas. Nem könnyű. Semmiféleképp sem. És akkor hogy tudsz az iskolára is koncentrálni? Mert ez csak tanulni kell. Azért. Hát természetesen igazából hétköznap tudok tanulni, körülbelül maximum 2 fogatot hajtok egy nap. Oké, én értem, hogy időben, térben lehet, de ugye hát már a hétvégén megint Hollandiába repülök. Tehát a gondolatok, tudod, azok ott vannak hát az ember agyában, tehát most hiába. De hát ezt muszáj megszokni. Én szeretnék a Corvinus Egyetemen tovább tanulni. Ugye oda elég sok pont kell, tehát jó érettséginek melyik kell. Gazdaságtudományi karon, gazdálkodás és menedzsment szakangolul, vagy nemzetközi gazdálkodás, ez a továbbiakban. Akkor kell 1-2 pont, akkor azt mondja, hogy hát 450 körül, igen. Érettségi, ugye? Az már megvan, azt igen. Már tavaly angolból megcsináltam. Uh-huh. Idén ugye még kell 4 középszint, német nyelvvizsgára készülök, úgyhogy mindenre, amit lehet, pontokért. De a fogadhajtásnak köszönhetően tudok jól angolul, németül, és az eredményeim beszámítanak ugyanúgy a pontrendszerből, úgyhogy a 100 plusz pontom az meg is van, úgyhogy nagyjából a fogadhajtásnak köszönhetően. Úgyhogy amit elvesz időben a tanulástól, azt most vissza is adja. Jó tanuló vagy akkor? Hát, hogy nem kitűnő, de mondjuk 4-es, 5-ösnél csak a matek rosszabb. De igen. Na, szuper, az jó. És a suliban örülnek neked, mikor? Igen. Hát igazából, hogyha nem lenne olyan rendes az igazgató, mint amilyen, akkor nem nagyon tudnék ennyit hiányozni, ugyanis tavasszal már, amikor külföldön vagyunk versenyeken, akkor a versenyek ugye az egy hét, már hétfőn odapakolunk, vasárnap haza, utána ugye kicsit pihenni is kell, meg a verseny előtt készülni is szoktunk. Úgyhogy iskola. Ezért kérdeztem, igen. Hogy oké, hát nem fejben egyszerű. Ez hogy tudja az ember rendezni ezeket a dolgokat, mert... Igen, nem egyszerű, de lehetséges. Egyszer se volt úgy, hogy fú, ez sok nekem? Bedobom a törül között? Nem, mert szeretem. Az iskolát nem, de a fogadhajtást igen, és amiatt ugye most amit az ember szeret, azt szívesen csinálja, úgyhogy nem. Nem. Az jó. Szóval akkor te meg a kolovakat, akkor meg ilyenkor is foglalkoztatod őket. Gyakorlatilag így van. Nem gondolkodtál azon, hogy segédhajtóból hajtó leszel? Hogy te is átülsz egy... Én hajtottam. Szóval annak idején, még a Martin előtt, mikor elkezdtem én ezt az egész lovasportot, amatőr szinten természetesen, de hajtottam. Szóval úgy kezdtem. Hajtottam és segédhajtottam gyakorlatilag egymás mellett. Aztán összekerültünk a Martinnal, és még amikor a Martin nem járt nagyobb versenyekre, a Martin apukája szponzoráltsága által én is elindultam egy-két versenyen. De aztán hamar rájöttünk, hogy nem megy az, hogy én is versenyzek, segédhajtok is, meg a Martin is versenyez, igen. És én gyakorlatilag úgy döntöttem, hogy akkor én a hajtást azt teljes mértékben szeretném befejezni, és akkor csak a Martinra koncentráljunk. De hát, mint látjuk, azért ez nem volt egy rossz döntés, és elég szép sikereket érünk el együtt így. Akkor nem bántod meg? Egyáltalán nem. Egyébként a segédhajtók között is van egyfajta rangsor?
Hát így kimondott rangsor. A hajtóknál tudjuk, ugye ki az év hajtója, stb. Kimondott rangsorról nem tudok, vagy nem gondolom, hogy az így valahol fel lett állítva. Egyébként 10-15 évvel ezelőtt voltak világbajnokságon és egyéb nagyobb nemzetközi versenyeken, hogy legjobb segédhajtó címet lehetett kiérdemelni. Általában az a segédhajtó nyerte, akinek nyert a hajtó. Igen, az a baj, ez nehezen mérhető de szubjektíven, tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az igazán jó segédhajtó az nem feltétlenül vágyik erre, hogy most ő neki adjanak egy plusz érmet, vagy ez olyan, mint a Forma 1-ben is a legjobb szerelő, valószínűleg senki nem tudja érmet? A nevét. Nem. De a világbajnokságokon, vagy nagy versenyeken, a maraton után általában a segédhajtó is az első három hajtónak a segédhajtója is kijön, amikor gratulálnak. És ennyi. De ez nem jó egyébként, persze. Mert most a ló kap szalagot, a hajtó kap érmet, a segédhajtó ugyanúgy dolgozik mindenért, és ez... Sőt, hát ha én ülnék helyette ott, vagy én állnék hát ott, akkor hát én úgysem bírnék végállni ott hátul, ezért ülök elől, úgyhogy nem, egyébként ez nem biztos, hogy jó így. Sőt, majdnem biztos, hogy nem jó. De szerencsés, hogy mert Zsolt ebből nem csinál ügyet. Hál' Istennek. Nem. Szerintem nem ez a fontos. Nem azon múlik, hogy én most kimegyek, és akkor én is kapok egy szalagot, hanem attól a szalaggal együtt is, vagy akár szalag nélkül is, én a munkámat 100%-osan bele tudom tenni, szóval nem ezen múlik. Vágysz már a nagy lóra egyébként, hogy nagy lóval versenyezzél? Mi a különbség a kettő között? Ez most megoszlik, azért kérdezem, mert megoszlik a szakmának is az álláspontja. Vannak, akik azt mondják, versenyzők is vannak köztük, hogy ez egy teljesen más, ez nem ugró deszka, ezt nem úgy kell nézni, hogy ez a kis csoport, és talán melyek a nagy csoportba. Ugyanakkor a szövetségben meg jó páron gondolkodnak úgy, hogy ez nagyon jó ugró deszka, és minél hamarabb fel kell lépni a nagy lovakhoz, mert ez csak egy ugró deszka. Na most valójában minek minősül a póni? Én úgy gondolom, hogy ezt ugródeszkának csak Magyarországon minősül. Külföldön nagyon sok olyan hajtó van, aki pónikkal kezdi, és pónikkal is fejezi be. Ennek sok ugye összetevőjét lehet. Nyilván egy nagy fogatot fenntartani, az az anyagiakban is más, mint egy póni fogatot. De igazából ez se igaz, mert mondjuk egy póni négyes fogatot fenntartani semmivel nem kerül kevesebben, mint mondjuk egy nagy kettes fogatot. Mm-hmm. A lovak nem esznek sokkal többet, a szerszám ennyi. Kicsit nagyobb, aztán ennyi. De ugyanúgy meg kell tanulni egy pónit hajtani. Az én póniaim azok nem ilyen mini shetlandi lovak, ugye, hanem már 147,5 centi az én, ugye 148-ig póni. Úgyhogy igazából, hogyha kicsit nőne már ló lenne. Sportpónival, hogy így szokták ezt igazából betenni és abba a kategóriába. Igazából én úgy gondolom, hogy a nagy lovakat ugyanúgy kell hajtani. A pónik még sokszor kicsit súnyibbak is, mint a nagy lovak. Annyi, hogy a fogat ugye egy akadályhajtásban vagy maratonhajtásban hosszabb, mint a póni, tehát hamarabb kell reagálni. De én szerintem, aki jól hajt póni fogatot, annak a nagy lovakra csak nagyon gyorsan át kell szokni. Van más szármozdulatokat, vagy hogyha többes fogatra ülsz, hát ugye én póni egyesről fogok nagy kettesre átülni. Az már egy kicsit más. Nekem más most sokat kell eleve tanulni természetesen, de az alap az ugye az egyes fogathajtás. Ha az alap jó, akkor utána tudsz építkezni. Azt mondják, hogy ez fürgébb, gyorsabb, látványosabb egyébként. A póni fogathajtás. Igen, mert ugye sokkal kisebb helyen elfér, sokkal nagyobb sebességgel. Mondjuk én most négyes és négyes fogatról beszélek, mert ugye egy nagy egyes ugyanúgy elfér, mint egy póni egyes. Én most fedeles versenyekre nagy kettessel járok. Azt Zsoltival kezdtük el gyakorolni, az edzőim még nem tanítottak. Mi is egyszer voltak itt Hollandiából, meg most hétvégén is fognak jönni. De amit megtanultunk a póni egyesnél, azt tudjuk kamatoztatni a nagy lovaknál is, úgyhogy nem volt az, hogy neki mentünk valaminek, vagy összetörtük magunkat. Ez viszonylag gyorsan. Ez az oktatás egyébként hogy történik? Most ugye jönnek megint Hollandiából, felültök, felülnek, hogy?
Hát történik. Igazából én ülök a kocsin, én hajtom a lovakat, ők pedig a földön állnak, és akkor walkie-talkie-n beszélgetünk. Pontosabban, hogy én ne tudjak nekik visszabeszélni, csak ők beszélnek, olyan a walkie-talkie. Én nekem meg végre kell hajtani, amit ő mond, vagy ők mondanak. Ilyenkor kapod azt a utasítást is, amit a segíthajtónak kellene, vagy? Nem. Vagy ilyenkor csak nem, tisztán? Ezt csak, amit én nekem kell csinálni. Te meg ott vagy fent? Én ugyanúgy ott vagyok fent a kocsin, és akkor ha esetleg csatolni kell, láncot húzni, szablát állítani, bármit menet közben a fogaton, akkor én leszállok, azt oda csatolom, ahova kell, és akkor megyünk tovább gyakorlatilag. Nagyon fontos, hogy jól edzeni fogatot csak úgy lehet, ha mindig van a hajtóval egy ember. Mindig van egy, de a legszerencsésebb, ha van egy ember a kör közepén, aki adja az instrukciót, látja a fogatot lentről, lát olyan dolgokat, amit esetleg föntről nem vesz észre a hajtó. Plusz legyen egy ember, aki ezeket a csatolmányokat megcsinálja, végrehajtja, mert szóval, hogyha jól akarunk edzeni, akkor mondhatjuk azt, hogy három ember szükséges egy jó edzéshez. Ez ilyen edzés mennyi? 2-3 órás? Maximum egy. Maximum egy? Általában nekünk 35-40 perc. Nem az a fontos, hogy a ló úgymond ki legyen filézve, tehát hogy addig menjen, amíg éppen szuszogni tud, hanem el kell engednie magát, ugye át kell teljesen adnia magát a hajtónak, és akkor ennyi. Nagyon sokan csinálják azt, hogy befognak, és akkor 2-3 órát, mély homokba először, utána kicsit valahol. És az átengedés, mert nem várják. Hát az, ugye úgy gondolják, hogy átengedte magát a ló, mert ugye már azért megy le a feje, vagy azért már nem bírja húzni a kocsit, de ugye ezt nem így kell elérni. Persze. Nagyon nehéz máshogy elérni, de az a jó. Akkor látom, akkor erre odafigyelsz, hogy a lóval együtt tudjál működni. Mert én nem szeretem a lovakat túl sokáig hajt. Én se szeretek sokat futni, akkor biztos őszél szeret. Úgyhogy ez ilyen egyszerű. Én nekem nem az a fontos, hogy én jól érezzem magam, hanem együtt. Ugye elkezdődött most már ez az év. Egyben van minden lóállomány, minden egyben van, vagy még van még egy-két hiány, amit jó lenne még pótolni? Hát most maratonlovat keresünk a nagy kettes fogatomhoz. Ott a díjhajtófogat és az akadályhajtófogat készen van. Két fiatal holland ló. Úgymond nagyon jók. Más is lehetne, mint holland. Igen. Hát a díjhajtást az idei kettes fogathajtó világbajnokságon ők nyerték. Itthon Fábián Sebestyénen. A többi az, hogy nem lettek ők a világbajnokok, az igazából a hajtónkon múlt, az edzőmön, nem pont a lovakon. Tehát a lovak nagyon jók, hogy én hogy fogom tudni hajtani őket, azt még nem tudom. Még sose hajtottam őket, de majd most elkezdjük. És még szeretnénk még egy díjlovat venni. Nagyot? Igen, hogy a díjhajtás ugye nagyon erős legyen. És az akadályhajtás ugyanis, melyik ló díjhajtásban jó, az biztos, hogy akadályhajtásban is jó lesz. Itt ha mikor látunk versenyez legközelebb? Hát ha minden igaz, akkor szeptemberben Izsákon. Addig nem? Biztos, hogy addig nem. Csak Hollandiában? Hát vagy Németországban, vagy Franciaországban. Épp ahol... Egyébként akkor te a holland bajnokságban elindulsz, vagy... Nem. Én nekem, hogy vannak holland nemzeti versenyek, amelyiken indulni szoktam, van egy, hát úgymond, ilyen vendéglicenszem, hogy indulhatok a holland versenyeken is, de nem számítok le a bajnokságba. Volt ugyanis már úgy, amit megnyertél volna? Vagy hát, nem lehet ezt így tudni, mert neked nem... Hát én nekem attól a versenyeredményem az megvan? Számít. Tehát én hál' Istennek azt mondhatom, hogy Hollandiában minden versenyt megnyertünk eddig. Max, azt hiszem egyet nem, de nem számít az eredményem. Jó, az egy más dolog, de ezt tudod azt, hogy... elindulok, végigcsinálom, akkor tudják, hogy aki holland bajnok lesz, az mondjuk második volt. De még holland bajnoki döntőn egyébként nem indultunk. Csak ilyen válogatókon, vagy nekik pontrendszerük van, legjobb 25 indulhat, azt hiszem, a bajnoki döntőn. De hát gondolom, akkor nektek nevetek van kint. Hölgyek indulnak, az az első kérdésük, gondolom, a holland hajtóknak.
Nem tudom. Biztos a Póni 1-es kategóriában ott már biztos tudják mindenki, hogy kik vagyunk, de most majd a nagy 2-esben ugyanúgy ki kell vívni azt, hogy valakik legyünk, ugyanis ugye most senkik leszünk megint. Zárásként megállapíthatom, hogy azért ez nem így van, és nem tartok attól, hogy ez nagyon nehézen fogjátok elérni, hogy nagy 2-esben is valakik lehet, mert szerintem egy éven belül sikerülni fog. Ha nem, akkor? Majd maximum 2. De ugye nem fogtok rám cáfolni. Hát remélem, hogy nem. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. További sportosat. Sportosat. Igen, a 13. évét kezdte meg a Dino Sporthíradó. És a jó bevált tematika szerint továbbra is minden hétköznap naponta háromszor találkozhat a magyar sporttal foglalkozó 25 perces műsorral. És ha lehet, még több, még érdekesebb hazai sporthírekről, érdekességekről fogunk idén beszámolni. Csak győzze figyelni. Tudja, a magyar sportoló is lehet érdekes. Dino Sporthíradó. Minden hétköznap 17 óra 30 perctől a 6-os csatorna műsorán. A popkoncerteken volt olyan, hogyha a nők ottan ájultan, ottan csápoltak meg őrjöntek, hogy akkor feldobták a bugyiukat, és azt hallottam, hogy ilyen nálatok is volt ilyen bugyi feldobás. Volt ilyen? Méghozzá úgy hallottam, Guszti, hogy valami elég rendes bugyit, amivel akár sátrat is kaphattál volna, nem? Ez hogy volt, ez hol volt? De ez itt Pesten volt, Magyarországon?